Tanították egyáltalán önt lopni? Nem. Ezt az ember megtanulja magától. Hány évesen kezdett ellopni? Szerintem olyan 3-4 éves koromtól már kellett menni, és nem voltam ügyes benne. Később sem? Nem, én nagyon sokat kikaptam. Ez is csak egy ürügy volt, mert igazából az ember egy, vagy én ebben a közelekben igazából mindenért kikaptam, most ha levegőt vettem, és éppen az volt a baj, akkor azért. Természetessé vált egy idő után a verés a mindennapok része, a fizikai bántalmazás a mindennapok része. Senki ez nem fordult segítségért kisgyerekként? Nem, de nagyon erőteljes volt az a vágy, hogy ne kapjak ki, úgyhogy azért próbáltam ügyesebbre lenni. Mi mindent kellett lopnia? Főleg élelmiszert kellett lopni. Valószínűleg azért sem ment annyira jól, mert azért ott a faluban, ahol van egy ilyen putrisor, és egyébként tudják, hogy az emberek lopnak, akik ott élnek, azért jobban is figyelnek. Manapság hogyan tekint arra a közegre, onnan elindult, és arra az önmagára, aki mindezek nélkül lenne? Az jutott eszembe, hogy nagyon sokszor el kellett indulni. Újra és újra. Összehasonlíthatatlanul más életem lenne. Az a közeg, amiben mondjuk ott lettem volna, ott maradtam volna, ugyanazt csináltam volna, mint akkora nagyok. Elveszett ember lennék. Kellett keresnie menet közben a távolságok lelki áthidalásához múltbéli fogódzókat? Van egy olyan része az életemnek, a lelkemnek, igazából az énemnek, amit nem ismerek, nem tudok irányítani. Valahol meg eltelt nagyon sok idő. Nyilván nem lehet arra hivatkozva mondjuk mentesülni a most alól. És ezt az egyensúlyt valahol megtalálni azért nem olyan könnyű. Gondolt-e rá, hogy megkeresi az édesanyját, az édesapját, és esetleg megmutatja nekik, hogy mire jutott? Gondolkoztam azon, hogy vajon mit tudna adni, mert nyilván úgy lenne értelme, és néha eszembe jut az, hogy egyébként nekik tudna-e valamit adni, és ezt nem tudom. De hogy vajon önnek tudna adni? Nem, talán nem.